Rendőrök, polgárőrök a Pécsi Nevelési Központban. Itt az ANK-ban tartottak balesetmegelőzési napot, mondták el az iskolásoknak, mire kell figyelniük a közlekedésben. Idén második alkalommal rendezzük a Biztonság Hete című rendezvényt. A Nevelési Központ aulájában vagyunk, ahol 8 helyszínen partnercégeink képviselőivel együtt fogadjuk az osztályokat. Az iskolák előzetesen értesítést kaptak, tájékoztatást kaptak erről a programról, ez alapján jelentkezhettek az osztályok Facebook oldalunkon. Így összesen 500 gyerek vett részt a programban. A közlekedési ismeretek mellett bemutatták itt azt is a tűzoltók, hogy milyen az ő munkájuk. Most a mindennapi életünkben használatos egyéni védőeszközöinket mutatjuk be a gyerekeknek, mikor bemegyünk a tűzbe, miket használunk, amivel védjük saját magunkat, a hő és a füst ellen. Céljuk, hogy megismertessék a munkájukkal a gyerekeket, valamint tűzvédelmi tanácsokkal is ellátták őket. Nem törik össze a tojás a mini védősisakban, így mutatták meg azt, hogy milyen a jó biztonsági felszerelés, ami a biciklizéshez szükséges. Mindezt a Biztonság Hete elnevezésű rendezvényen, a Kertvárosi ANK-ban.